A BPE 556-360 M-típus jelzésű AEG beépíthető sütő, egy standard 60-as külméretű bútorba helyezhető el. Készülék A+ energiaosztályba sorolt termék, melynek a sütőterét tekintve a hasznos űrtartalma 71 liter. Készülék hagyományos mechanikus forgókapcsolós programválasztóval és hőmérséklet szabályzóval van ellátva. Program kínálatában megtalálható a hőlégbefúvás, alsó-felső sütés együtt, egy hozzáadott gőzfunkció, pizzasütés, külön alsósütés, kiolvasztás Mirelit áruhoz, nedves hőlégkeverés, felületpirításra alkalmas grill, illetve egy infragrill. Ezen kívül a készülék rendelkezik egy úgynevezett pirolitikus öntisztító rendszerrel, ezt külön programként tudjuk elindítani. Ennél a programnál a sütő belseje 500 fokra felhevül, ezen az 500 fokos hőmérsékleten a belső felületekre lerakódott szennyeződés hamuvá ízik. Ez a hamu, ez a pernye lepotyog az alsó részben, amit a program végén egyszerűen csak ki kell törölni egy nedves ruhával. Ami fontos még az öntisztításnál, hogy mind a tepsit, mind pedig az oldalvezető simpárt egyaránt el kell belőle távolítani, tehát csupasz zománc felülettel tudjuk csak ténylegesen elindítani magát az öntisztító programot. A másik sűjesztett gomb alatt ugye a hőmérsékletszabályzó található, ez elektronikus vezérlésű, ami azt jelenti, hogy a kijelzőn fogja mutatni a beállított értéket, és 5 Celsius fokos pontossággal meg tudjuk határozni a sütési hőmérsékletet. A kijelző egy elektronikus programóra is egyben, itt a készüléknek a működését tudjuk időzíteni, be tudjuk kapcsolni manuálisan, és be tudjuk állítani, hogy ahhoz képest mondjuk hány percig működjön, majd az idő lejárt, akkor kapcsoljon le. Ezen kívül előre programozásra is van lehetőség, tehát az is beállítható, hogy hány órakor induljon el, ahhoz képest hány percig működjön, és a harmadik lehetőség az, mint egy percszámláló óra, az idő lejárt, akkor csak egy figyelmeztető hangjelzést ad a készülék. A belsejébe belepillantunk, alapból ami jár hozzá, ugye 2 tepsi, 1 sütőrács, ezek egy oldalvezető simpárral vannak megvezetve, 5 magasság közül tudunk választani tetszés szerint, ami szintén tartozékként a gyártó mellékeli egy teleszkópos sütősimpár, ezt az 5 magasság közül bárhová fel tudjuk pattintani, és bármikor át is helyezhető, ha legközelebb például másik szinten sütnénk, és szintén tartozéka egy elektromos maghőmérő, aminek az egyik felé a készülék ajtó takarásának jobb felső sarkába tudunk csatlakoztatni, a másik felét beleszúrjuk az ételbe és rácsukjuk az ajtót. A kijelzőn fogja mutatni mondjuk adott esetben a húsnak az étel belső hőmérsékletét, illetve úgy is programozható a sütő tetszés szerint, hogyha aki szonda érzékeli, hogy a hús közepe is átsült, akkor automatikusan le is kapcsolja a készülék magát. A készülék 4 rétegű ajtóüvegezéssel van ellátva, viszont nagyon egyszerűen hozzáférünk az összes üveglaphoz, tehát minden oldalról könnyen, gyorsan tudjuk takarítani azt. A sütőtér belső részébe alul egy mélyedést alakítottak ki gyárilag, ebben a mélyedésbe tudunk vizet tölteni nagyjából 2 decit. Ez alatt a mélyedés alatt van egy mindentől függetlenül működő nagy teljesítményű fűtőszál, amit aztán ugye a megfelelő sütőfunkció kiválasztásával tudunk aktiválni. Ugye viszonylag gyorsan el fogja párologtatni onnan a betöltött vízmennyiséget, tehát gyakorlatilag gőz képződik. Ezzel a fajta hozzáadott gőzzel elsősorban húsételek, tésztafélék és pékáru sütésénél tudunk egy jobb, hatékonyabb végeredményt kapni. AEG beépíthető sütő, A+ energiaosztályba sorolással, elektromos maghőmérővel, hozzáadott gőzfunkcióval.